Geszti Péter rosszul érzi magát Magyarországon. Szerinte itt, hogyha valaki nem a NER-hez tartozik, akkor számára vége a világnak, élhetetlen az ország. Nagy Ervin pedig egészen elképesztő extázisba esett Magyar Péter kapcsán. Már is kezdődik a műsor. Jó estét kívánok, ez itt a Politikai Hobbista, itt van Szamosi Timi, Takács Áron, Ambrózi Áron és Varga Ádám. És itt van velünk Geszti Péter. Ja nem, nem a vendég fotelben, csak egy interjú formájában a HVG 360 készítette vele, és átvette az Index is, hát ezt meg is tudjuk mutatni az indexes verziót. Geszti Péter szerint a NER alaptézise, hogy csak egyfajta igazság létezik, az övé. És akkor lejjebb azt látjuk a cikkben, olvashatjuk, hogy ez nagyon érdekes, az előadó művész az interjúban többek között arról is beszélt, hogy blablabla. Bla, bla. Na most ez az előadó művész arról beszélt, ez a cikk megjelenését követő néhány órában még úgy nézett ki, hogy a zenész az interjúban is arról beszélt. Valaki elszégyelte magát. Rájött. Valaki rájött, hogy azért ez itt problémás. Igen, igen. Ügyesen ki lett javítva. Tök érthető a csere. Teljes mértékben. Na de nézzük, hogy mik Geszti mondásai ebben a cikkben, mert ez nagyon tanulságos, és egy kicsit ilyen kortünet is, vagy hogy mondjam, jelenség, akár Gesztit tekinthetjük a belpesti, nem is mondom, hogy művészvilág, inkább ilyen menőértelmiségi körök archetípusának, de nyilván ő az egyik legismertebb képviselő. Gólya Presto Che Guevarája. Ez is egyfajta megfogalmazás, nem rossz. Azt írja például, vagy mondja, hogy egy csomó gyenge minőségű, gyenge szakmai minőségű, hozzá nem értő ember kaphat lehetőséget színházcsinálásban, filmkészítésben, médiában, zeneiparban. Na hát, liberálisek mindenhol kapnak lehetőséget, állami támogatást, ebbe a csúnya diktatúrában. Igen, tehát nagyon csúnyán beleszaladt. Igen, beleszaladt, hogy mennyi tehetségtelen ember kap lehetőséget, ez valóban így van, de hogyha ő meg, nyilván ő arra gondolt persze, hogy nem ezek, hanem hogy akik amúgy a kormányhoz közel állnak, ők a tehetségtelen művészek. Én azt gondolom, hogy szeretném visszakérni a padödőt. És akkor tapintatott, hogy nem a repülőket. esetleg Konzsuzsát. Például igen, igen. Aztán azt mondja, hogy a NER számára a tehetségnél fontosabbá vált a törzsi hovatartozás. Itt azért én megállnék egy pillanatra, ugyanis Noár Hadikbanya nyújtott szereplése ezt egyszerre cáfolja és támasztja alá. Hát vagy éppen Nagy Ervin a Kincsem filmben. Pont ugyanez a szituáció. Igen, igen, mert mondjuk ezt a Noár dolgot még nem tudom, hogy tudom-e hová tenni. Egyáltalán mit keres? No, mit keres? Válaszol a pénzt. Igen. A miért, az egy sokkal fontosabb kérdés, amikor úgy, tehát hogy nem is értem azt, hogy hogyan kap Noár szerepet egy kormányzati vagy támogatást élvező filmben. Megfordítva, nem értem Noár, hogy vállalja, hogy közpénzért szerepeljen. Mert közpénz molekulák is kerülhettek a tárcájába. Van az a pénz, ilyen egyszerű a válasz. Én nem, tehát nem. A forradalmárkodás az mindig van egy pont, ahol már van az a pénz. De ő szerepelt a filmben, nem a mozgalom, tegyünk különbséget. Ebben igazad van, bocsánat, igen. Azt is mondja Geszti, hogy pályán kívülre került az egész független értelmiség. Bár. Szerintem, ha így bár van, akkor... Bár így lenne, de ha mégis így van, akkor szerintem jó helyen vannak teljesen. Független értelmiség. Könnyen lehet, hogy a mai állapot ugyanaz, amiben mindig is élt Magyarország, és az 1990 és 2010 közötti lesz a rendkívüli kisbetűs rész a történelmünkben. Hát akkor megint csak kérem vissza a padödőt, de az egész SZDSZ-t kérem vissza. Igen, ott 90 előtt még voltak évtizedek, felhívnám a figyelmét, hogy azért úgy... Nem 90. Nem, hát szerintem 90-től 2010-ig, tehát amikor az SZDSZ által vezérelt kultúrgondolkodás uralta a magyar közéletet, az volt a jó időszak. Hát k***ra nem kérünk ebből az időszakból egyetlen percet sem tovább. Generációja abban a hitben, mármint a Geszti generációja abban a hitben élt, hogy ez egy nyugatos demokráciát építő, a kapitalizmus áldásait élvező társadalom lesz, ám hamar kiderült, hogy hiába válogathatunk több mosópor és autó között, ha ehhez nem kapcsolódott szilárd értékválasztás és konzekvens versenyelvűség. Hát én nem tudtam, hogy a Geszti konzervatív, mert ebben tök igaza van. Tehát a mosóporok, meg a telefonmárkák, meg mindenféle autók között valóban szabadon választhatunk. De ha nem az SZDSZ van kormányon, akkor nem, akkor már nincs demokrácia. Jó, mert az a helyzet, hogy tényleg ebben a nagy szabadságban, hogy mi mindenben válogathatunk, nincs valódi szabadságunk arra, hogy az életünket úgy éljük,
ahogy mondjuk egy méltóságos és jó értelemben vett liberális ember szeretné. Tehát kötelező igazodnunk mindenféle messziről előírt morális kódhoz, és ezek a morális kódok hol Brüsszelből, hol Washingtonból, hol megfoghatatlanul valami fajta ilyen értelmiségi, művészi közegből érkeznek, és ebben a közegben Geszti Péter egy megmondó ember volt mindig. Tehát azokat az értékeket, amiket ő hiányol, azokat az értékeket ők pusztították el azzal, hogy repülőket, jazz meg azt, Bródy Jánost, Dés Lászlót, meg Padödőt adtak nekünk, és ezek nyilván nem egyformák a maguk nemében, és mondjuk Dés László tud zenélni, de egyébként valódi értéket nem képvisel, mert az egy óriás kamu, egy ilyen hatásodás, sporhintés, de mondjuk Bozóki András, mint a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere, tehát ennél értékvesztette, hogy mondjam, ennél jobban personifikálni az értékvesztést a kultúrában. Oké, az sem megy, egy hülye csávó, de abszolút ezeket. Nem, a Geszti sem egy hülye csávó, nem, nagyon mondanám, nem. Hogy tehetségtel lenne. A legkevésbé sem. Az SZDSZ ideje alatt bármilyen ügy volt, hogy kell egy kreatív ember, kell valamire sok-sok közpénzt elkészíteni, akkor egyből így fordított mellúszással megérkezett így Geszti, és így magához ölelt mindent. Tehát az összes projektet, az összes produkciót ő húzta be. Hát ettől sír a szája, hogy már nem ő kapja a zsíros állami PR megrendeléseket. De a legkevésbé sem tehetségtelen, a színpadon igen, tehát az a rettentő rossz mozgású, de a színpad mögött, ahogy ő ezt az egészet kitalálta és színpadra vitte, zseni a csávó ilyen szempontból. Ezt Patika mérlegen kimért. Patika mérlegen, abszolút, és hogy honnan, és hogy a Richard Marx-tól kezdve a különböző funky zenéken, hát honnan mit lopni a repülőkbe, és ezt jól összerakni, és a magyar közegre igazít, tökéletes produkcióként azt mondom, hogy hibátlan, üzletileg mindenképpen. De ez, hogy ő itt rinyál, hogy a művészeknek nincs lehetősége megszólalni, meg hogy el vannak nyomva, stb. Ez olyan, mint emlékszem, még az Antal kormány alatt volt az Arany Zsiráf díját adó, amit aztán ugye azóta fonogramnak hívnak, és az egyik alkalommal a repülők volt az egyik díjazott. És kiment a színpadra átvenni a díjat, akkor még ugye nem nagyon voltak sok csatornát, a kereskedelmi tévék nem is léteztek, egy-két ilyen műholdas csatornát küzdött. Magyar nyelven az egyest meg a kettest lehetett nézni. És akkor előadta, ahogy akkoriban az egész SZDSZ kultúrközeg előadta, hogy hát itt ugye itt médiadiktatúra van, az Antal kormány, kereszténykurzus, Horthy rendszer, stb. Nem lehet meg. És akkor előadta, hogy hát borzasztó, igen, ma már tévét se lehet nézni. Mondja ezt a televízióban élő adásban, ő, maga Geszti Péter. Jó, de ezt ma is megcsinálják a Telexes Fábián Tamás. Abszolút, ugyanez. Orbán Viktoros kormányinfo után elmondja, hogy nem lehet kérdezni. Abszolút, detto ugyanez. És van még egy kérdés Geszti, ez az interjú, hogy miért hagyta ott a reklám szakmát. Azt mondja, hogy az egyik oka, hogy az a független szereplő, aki nem része a NER-nek, nem tud jelentősebb ügyfelekhez hozzájutni. Hát akkor lefordítom magyarra, még egyszer azt, amit az előbb már elmondtunk, hogy most már nem ő kapja a zsíros állami megrendeléseket. Mint 97-ben, ugye, amit Ambró is mondott. De akkor lefordítom én is, mert lehet, hogy ezt a fiatalabb nézőink nem tudják, hogy volt a Postabank, lehet, hogy ti még emlékeztek rá. Hogy a vihar van-e? A bank, ami igazán közel áll önhöz. Évi 2-3 milliárd forint volt csak a reklám költsége, ami a működési költségének körülbelül átlag ilyen 15%-át jelentette. És tudjátok, hogy ki volt ennek a média marketing szakembere, aki ezeket a reklámokat csinálta? Várjál, Csengei Dénes. Majdnem, melegszik, és még valami, hogy csak hogy mennyire zsíros állások voltak ezek, a Postabank volt a második legnagyobb magyar bank az OTP után, tehát itt nem kis falatokról beszélgetünk. Aztán valahogy sikerült. De mintha nem csak a NER-ből taszították volna ki Geszti Pétert, hanem a sajátjai se kedvelik, mert ott van például a Híd pénzügy, ott se rábízták, hogy ellopjon belőle 2 milliárdot, hanem már más csinálták. Már az amerikai követségen sem láttam, hogy Pressman dobná a szájába a lazatos szendvicset. Geszti sokkal ügyesebb annál, mint hogy ez bármikor is kiderülne róla. És még egyet mond, hogy miért hagyta ott a reklámszakmát, és ezt komolyan mondom. A klímaváltozás a túlfogyasztás eredménye, és nem akart olyasminek a része lenni már, ami egy magasabb szinten ártalmas az egész emberiségnek. Tehát a Geszti erényt fitogtat, könnyen, potyogtass bele a liberális könnyeit. A morált is szagold meg. És Geszti szerint a magyarok politikától függetlenül is tele vannak abszurditással, ez részben valóban a történelmünkben keresendő, a veszteségek sorozata ugyanis transgenerációs módon öröklődik. A veszteségekből, hiányokból való építkezés megteremtette az örökös sértettség, irigység, rosszkedvűség kultúráját, a politika pedig mindig is hajlamos rájátszani a traumákra, a félelmekre. Örökös sértettség,
irítség. Csak nem a balos szavazókról, kommentelőkről beszél. Tehát az egész interjúból abszolút sütött a rossz kedv és az irítség. A városi éttermiség, ő saját magáról beszél. Akkor hadd egészítsem ki ezt egy szóviccel, az nem interjú, az interjú. Interjú, nagyon jó, nagyon jó. És még egy sztorit elmesélek, mert ez is nagyon tanulságos. 2022 nyarán Zamárdiban volt a Zem Jam Fesztivál, és ott lépett fel a Geszti. És akkor a fellépés közben az egyik ponton elkezdett felolvasni lángos árakat. Csak itt tök véletlenül, spontán, humorosan, kedvesen, mint kontextushoz semmi. Esetleg szabad strandot is követelt, a szabad strandot. Azt pont nem, de a lángos árakat, és ez nyilván ki meg volt komponálva, hogy hogyan nagyon-nagyon vicces volt. Hú, de vicces volt tényleg, frappáns, frenetikus humor. Meg általában a szabadság harcolt egy sort a színpadon. Na most a balatoni lángos árak elég nagy szórást mutatnak, akkor is mutatta, 900 forint volt, ha jól emlékszem, a legolcsóbb sajtos tejfölös, ráadásul a Balaton egyik legfinomabb lángosa, és nem a kifejezetten olcsó Tihanyi és Káptalantóti piacokon volt. De mondjuk oké, akadt 1500 forintos sajtos tejfölös, de egyébként nem irigykedünk a magyar vállalkozókra, mert a tisztességes minőséget adnak, és a közönség megfizeti, akkor nem, ennyi az ár. Nem erről a szabad versenyről beszélt Geszti? Csak kérdezem. Nem, az egy másik szabad verseny. A túlfogyasztás rekord, még nem fogyasztottunk túl? Vagy lángosban nem, abból sose lehet túl sokat fogyasztani. De tényleg van melója a lángos sütőknek. Ennyi az ár, a piac kifizeti, rendben van. A Starbucksban a vegán szója latte is ennyi. Mégse az elleni agitálnak a balosok. Hát figyelj, megnéztem, és a Starbucksba pontosan 1890 forint. Tehát 1000 forint alatt nincsen kávé, és egy vegán croissant is 1000 forint körül van. Tehát... Na jó, de igen, a Starbucks az inkluzív fej, tehát hogy te úgy kéred ki, hogy én úgy kérem ki, hogy azt írják, ne azt írják el, hogy áron, hanem azt, hogy Piri néni, akkor úgy szólítanak. Szóval az van, hogy miközben lázítja a Geszti a közönséget a drága balatoni lángos árak miatt, természetesen viccesen, addig a saját gázsiát azt mégse olvasta fel, pedig kijönne belőle néhány lángos, mert 17 ezer volt a belépő, tehát 10-17 lángos árát az emberek simán kifizették a Geszti koncertre. Azért nem szarít szabadságharcoskodni, meg hergelni az embereket, mert ő ugye ugyanazt teszi, mint a Bödöcs, aki szintén egy humoristának álcázott politikai aktivista. És akkor mondanám a Gesztire, hogy ő meg zenésznek álcázott ugyanez, de mondjuk ezzel még talán a Fluor Tomi is megsértő, de nem, hogy a valódi zenész. Brózi János beperel. Hogy zenésznek álcázza. És ne essék félreérték, a kormányt kritizálni, nincs ezzel semmi baj. Meg fontos is, hogy olyan világban éljünk, ahol ezt meg lehet tenni. Csak el kell dönteni, hogy valaki akkor most micsoda, hogy humorista, vagy aktivista. És ha a hatalommal szemben nyilvánosan viccelődünk, ezt megtehetjük humoristaként is, meg kritikát fogalmazunk meg egy nekünk ácsolt színpadról, akkor azért áldozatot már rejátszunk. Mert ugye Geszti, az Impex-es anyuka, meg a TV-s, IPV-s apuka hálózati hátterével kikövezett úton járt a rendszerváltás előtt és utána is. És oké, ma nincs már az, mint korábban megszokott volt neki, hogy minden melót ők kapnak. De amikor ő számol be gyötrelmekről, azért az vicces. A Trombi is megírta a Facebookon. Hát vagy éppen Mező Gábor a Pesti srácokon, hogy milyen arany életük volt ezeknek a fiataloknak akkoriban. Azt igen. Érdemes elolvasni. Ja, meg én is megírtam a PSN egyszer pont itt a Zamárdi ügy kapcsán, ugye, mert tudjátok, hogy van, ugye a szarkupac, az egy szarkupac, az büdös, arról mindenki tudja, és nem titkolja saját magáról, a legyek is, meg az emberek is érzik. És nem mondom, hogy a Geszti szarkupac, mert van a másik verzió, tudja, a Betyár körte, Csibész Tallér, mi van még, Paksi Magyaró, így hívják ezeket, igen, tehát az csak egy ilyen szar csimbók, ami ott lóg, és észre se lehet venni. Tehát ez olyan, hogy ő nem nyíltan elmondja, hogy a kormány ellen harcolok, vagy a kormányt utálom, vagy a kormány ellen lázítok, mert az egy oké. Ő, mint a betyárkörte, sunyin ott csüng, és lángos árakkal viccelő. De tehát a Geszti egy igazi betyárkörte. Amúgy igaza van, mert én láttam azt a Balatonnál, hogy Orbán Viktor járja körbe a szabad strandokat, zárja be őket pecséttel, és a lángosárusoknak megszabja, mennyire adhassák a lángost. Én ezt láttam. Na, de a Geszti után egy másik nagyságot még azért hozzunk ide be, mert Nagy Ervinről lesz szó, nem árulunk el zsákba macskát, mert ha valaki jó a szakmájában, akkor hajlamos azt hinni, hogy másban is legalább ilyen jó. Színészek, zenészek, művészek esetében ez ugye párosulhat némi morállal, és akkor kötelességüknek érzik, hogy megváltsák, vagy megváltoztassák a világot. Ami annyit tesz, hogy a saját képükre akarják formálni. Na itt jön a képben Nagy Ervin. Az a Nagy Ervin, aki Magyar Péter mellett a saját hatása alá is került, mert előadta, és az előadta alatt azt értem, hogy elszínészkedte, hogy 56-os forradalmi hangulata van. Idézem, itt ez a lehetőség van a levegőben, hogy olyan országot építsünk, amiben magyar ember, magyar embernek nem farkasa. Tehát, ha jól értem, a
akkor Nagy Ervin szerint, ha utcai tüntetésekkel buktatják meg azt a kormányt, amit amúgy 3 millióan szavaztak meg, na az egy olyan rendszer lesz, ahol a magyar embernek magyar ember nem farkasa, értjük. De vajon Nagy Ervin képben van azzal, hogy 1956-ban az emberek pont az ő szellemi elődeik, azaz a kommunisták ellen keltek fel, dehogy, és volt forradalom? Dehogy van képben, ha tudná, akkor nem mondana ilyen baromságot. De Ervin szerint Magyar Péter mindkét csalódott politikai tábornak alternatívát kínál, és ezért is áll be mögé. Fogadjunk amúgy, ez a narratíva nem ismeretlen, tehát tegnapig a Nagy Ervin is hatalmas ősfideszes szavazó volt, csak kiábrándult. De ez már neki is sok. Már sok volt, igen. Ahogy szokták mondani az ilyen állítólagos kiábrándult fideszes szavazók, akikről kérdés, hogy még most is itt vannak a szobában? Kedves páciens úr, mit mondott még Nagy Ervin? Mert most aztán ő is teljes melszélességgel tolja, fullba tolja a kretént, azt mondta, hogy Magyar Péterről könyveket írnak majd. Könyveket! Egyetemi tananyag lesz, pszichológia szakos hallgatóknak. Patológikus viselkedés, zavaros eset tanulmányként. De tegyük hozzá, azért van rá gyógyszer. Én úgy tudom, hogy az antiszociális viselkedés zavarra pont nincs gyógyszer. Az tök mindegy, az a könyvet Puzsér fogja írni, és az lesz a címe, hogy Metafizika 2, gondolataim egy Volkswagen Sirokkóban nyomorogva. Hát akkor az a gyógyszer az a Puzsérnak a nyomolására való. Igen. Na de Magyar Péter nem akárki. Még mindig Nagy Ervint idézünk. Nem fog rajta se golyó, se kard, ez még nem az idézet, de kb. Ez derül ki belőle. Pontosítok, és ezt már Nagy Ervin mondja, nyomás, határ, de lehet, hogy ezt a golyót is ő mondta. A lényeg, nem, hogy vele aztán, ja igen, mert azt mondta, hogy az vele szembeni támadások példanélküliek, soha nem, politikust még soha nem karaktergyilkoltak, se ilyen még nem fordult elő, de ő nyomás hatására még fel is keményedik. Tehát ezzel azt mondta, hogy Magyar Péter egy hát ez nem volt szívülő. Most akkor szereti, vagy nem szereti? Ez még így nem dőlt el, ez még nyitott kérdés. Jó, de kérdés az, hogy mennyire lehet komolyan venni egy olyan embert, aki pár hónappal ezelőtt egy tojásba üvölti bele a nyomorát a Kossuth téren. Várjál, most megint azt hiszik a nézők, hogy hülyéskedünk, de nem viccelünk. Ez nem vicc. Tényleg belekiabált egy tojásba a Kossuth téren. De most ő azt kéri... Nem, Jeszi, te nem érted. Hogy vegyél komolyan. Nem érted. Itt suttogott neki, most meg kikelt, és most követi. Aha. Amúgy tényleg ezért nem érdemes ilyen tojásoknak suttogni, meg kikelnek. Hát a teres anyukák is szokták beszélgetni a hasonlóan, amikor van a baba már, nem? Tényleg. Tehát ez teljesen normális. Igen, hopp, belesugott a tojásba, hopp, és kikelt egy Magyar Péter. Két dolgot nem szabad csinálni, nem szabad szláv népek nevével viccelődni, hogy szlovékok mellétre jönnek, aztán megint kicsalnak valamit, egy kis részt az országból, meg a tojásnak suttogni, meg kikel. Tehát legyünk résnél elvtársak. Jogosak ezek a figyelmeztetések. De tényleg egyébként ez tiszta 56, komolyan. Kivéve, hogy akkor nem volt tojás. Meg hogy az már nem ilyen vicces, hogy egy idegen külföldi rendszer zsarnokságát akarták megtörni a magyarok, akár az életük árán is. Most jelenleg Ervinék pont azon dolgoznak, hogy egy idegen rendszer mondhassa meg, hogy hogyan és kikkel éljünk egy országban. De amúgy egyébként, amúgy igaza van, mert ez tényleg olyan, mint 56. Annyi különbséggel, hogy ebben a történetben nem ők a forradalmárok. Hát tudod, Jeszi, csak a színe változott, de a csillag az ugyanúgy megmaradt. Jó, és akkor ennek tükrében most én szeretném, ha mindenki elgondolkodna a hitelesség fogalmán. Mert a nézők, önök, ti nem is sejtik, hogy milyen üzeneteket meg kommenteket szoktunk kapni. Ugye nyomják ezt, hogy mi csak pénzért gondoljuk azt, amit gondolunk, lefizettek bennünket, stb. Az ő szemükben mi nem vagyunk hitelesek, mert nem arról beszélünk, amiről és amit ők hallani akarnak. Majd a második fél időben erről külön lesz szó, mert Hajdú Péter lesz a vendégünk, és hát ez a dolog, ez napnál világosabban jelentkezett a Varga Judit interjúja kapcsán. Szóval, hogy nekünk azt kell mondani, arról kell beszélni, amit az politikai ellenfeleink elvárnak tőlünk. Ha nem arról beszélünk, akkor mi csak és kizárólag lefizetett propagandisták lehetünk. Tudom, hogy ez abszurd, de ez a gondolkodás ezeknél, ez egy létező jelenség, mert egyébként magukból indulnak ki. És akkor embernek farkas a szöveget is, Nagy Ervin nagyon félreérti, tehát ő tényleg azt hiszi, hogy az embernek farkas, az ugye az állam létrejött előtti időszak, hogy Burke megírta, ő azt a világot képzeli el, az, amikor az emberek nem ugyanazt gondolják, mint ő.
Jézus neki, Mária. Ez az anarchia. Igen. Ez az anarchia időszak, amikor nem mindenki Nagy Ervin. Igen. Azért az egyébként... Hát a Nagy Ervin tulajdonképpen a Borg, maga a Borg. Maga a Borg kollektív. Az egész világot asszimilálni. A Borg királynő. És ő lenne a Borg királynő. És egy ilyen teherautót vezetne. Na, ezzel beszélt a tojásba, látod? Jó, tusé! Na, de hozzáteszem, hogy egyébként bármelyik ilyen balos celebet mondhatnánk, mert pár hónappal ezelőtt Nagy Ervin is még Karácsony Gergely mellett csápolt, aztán Márki-Zayért tette volna tűzbe a kezét. Tehát ők nem egy hitvallás vagy egy eszme mellett tesznek hitet. Nem a gondolatviláguk, van egy markáns gondolatviláguk, amit kifejeznek, hanem ők egy ember ellen tesznek hitet, és ez az ember, ez Orbán Viktor. Tudod miért? Tudod? Azért, mert Nagy Ervinnek az ideális állam berendezkedés, ez a plebisciter vezérdemokrácia. Ezt most nem fogjuk tudni elmagyarázni a nézőknek, mert nincs rá időnk. Ezeknek egy teljes adás sem lenne rá. Ez egyébként ez igaz. Meg nekem is el kell magyarázni. De ezeknek a Nagy Ervineknek tök mindegy, hogy mit, vagy a kommentelőknek, meg a követő szektának, tök mindegy, hogy mit képvisel az illető, akit magasztalhatnak, akkor, hogyha beígéri, hogy megbuktatja Orbán Viktor. Hát arról nem is beszél, hogy egy olyan embert bálványoznak, akit amúgy 3 hónappal ezelőtt meg leköpködtek volna a Fidesz csicskaságért. Hát ez abszolút, mert a Magyar Péter a megtestesítője mindannak, amit alapvetően utálnak a Fideszben, és amivel szemben egyébként a Fidesz táboron belül is van egy csomó jogos kritika, hogy ezek a semmire kellő pozíciókat szerző, dolgozni nem szerető, de aztán... pulóvert nyakban megkötő. Teniszpulóvert nyakban megkötő, sikermellényes ficsúrok, ezek utána úgy elszállnak maguktól. Ez egy sajnos egy létező jelenség. De a Magyar Péter volt ennek megint csak az archetípusa. És akkor ez emögé, az ember mögé most beállnak teljes, nem tudom, extázisban. És viszont ha Magyar Péter nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, akkor majd heteken belül találnak maguknak egy új megváltót. Mert ez így működik. Sok sikert, így van. A nézőknek kellemes kikapcsolódást néhány perc erejéig, és aztán jöjjenek vissza, tartsanak velünk, mert hogy Hajdú Péter lesz a vendégünk, és természetesen nagy részben arról az interjúról beszélgettünk, amit nemrég készített Varga Judittal, ezzel az egész Magyar Péter sztori, családon belüli erőszak, stb. Kapcsán. Nagyon érdekes lesz. Tartsanak velünk. Folytatódik a politikai hobbista továbbra is Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal. És mai vendégünkkel, akit hát elnézést kérek most, de muszáj, hogy ha Puzsér Robertnek is meg akarok felelni, akkor úgy kell, hogy rögtön megszólítsanak, hogy na mi van te kis szarcsimbók, hogy képzeled, hogy egyáltalán erről mersz beszélni, ilyen műsort mersz csinálni. Hajdú Pétert nagy szeretettel köszöntjük, nyilván ennek előzménye van, amit most mondtam, voltál a politikai hobbista még Pesti TV-s korszakában a vendégünk, elbeszélgettünk egy csomó mindenről, többek között arról, hogy milyen külföldi vendégeid voltak már, és hát tök normálisan beszélgettünk, nyilván nem csak a 30 éves ismerettségünkre való tekintettel, hanem azért, hogy az ember meghív valakit a stúdióba vendégnek, akkor, hogy mondjam, akinek volt gyerekszobája természetesen, az így normálisan beszélget vele. Na most a Puzsér Robert erre csinált egy videót, amiben számon kérte, hogy én miért beszéltem veled normálisan, miért nem szarcsimboknak neveztelek, meg hasonlók. És pár éve ezelőtti Puzsér, a mostani már sokkal rosszabb állapotban van. Ja, az biztos. Az biztos, és akkor, mert hogy hát, ja, és hát kiröhögött, hogy a Hedevéről is beszéltünk, aki világsztár volt, amikor a műsorban volt, Hedevé, az élet, hogy soha nem volt világsztár, mondja Puzsér. Erre csináltam egy válaszvideót, amiben megmutattam, hogy akkoriban az amerikai listától az ausztrál listán át, mondjuk a, nem tudom, a brazilig mindenhol első, második helyen. Tehát nem sokáig, meg szó nincs arról, hogy én a Hedövét bármennyire is kedvelném, sőt, rühellem a csávót, mert rettenet szar, amit csinál. De hogy tényleg világsztár volt egy rövid ideig, és aztán itt volt a műsorodban. Na, ezt se bírta elviselni a Puzsér, amikor őt a valósággal szembesítik, erre csinált egy végtelenül személyeskedő prosztó videót apámmal és velem kapcsolatban. Miért ez a hosszú felvezetés? Azért, mert hogy vannak emberek, akik számon kérik, hogy mi televíziós műsorvezetők, műsorkészítők, vagy egyetem bárki a médiában
hogy merészel egyáltalán valakinek terepet biztosítani, vagy ha már ott van, akkor miért nem azt kérdezett tőle, hogy, és ezt látom, hogy te is megkapod a Varga Judit interjú kapcsán állandó, hogy miért nem erről kérdezted, hát nekünk is mindig beírják, hogy arról beszéljetek inkább, hogy a Facebook posztok, és mindenhova ezt írják. Köszönöm szépen a meghívást, klasszikusokat csak pontosan, szarkupac voltam, és nem szarkupac. Én kérek elnézést. Kettő. Lehet, hogy a gesztire utalok vissza az előző fél óránkból, és az van nagyon a fejemben. Hedővé Vatizlap című számát egyébként éppen David Guetta dolgozta fel, és szerintem az elmúlt egy év egyik legnagyobb slágere, de én nem akarom védeni, de mondjuk nem csak Hedővéjel készítettem interjút, hanem Robert De Niroval, Paris Hiltonnal, Bud Spencerrel, Roger Moore-ral is megsorolhatnám. Szóval az, hogy ki mit kérdez, tehát a legszánalmasabb dolog, hogy ezt is megkérdezhetted volna. És most itt Puzsért említetted, nekem pedig Havas Henrik jutott eszembe. Hogy szokták mondani? Óriások. De hogyha az íráskészséget nézzük, akkor én azt megadom Puzsé Robertnek, hogy sokkal tehetségesebb, mint Havas Henrik. Tehát... Sokkal jobban ír, mint ahogy olvas például, mert hogy nem érti, amit le van írva, az egyszer biztos. Az meg amúgy, hogy most ki mit kérdez, ki mit nem kérdez. Mostanában Puzsér nem azt kéri számon, hogy ki mit miért nem kérdezte, hanem azt kéri számon, hogy miért nem azt mondta, amit ő gondol. Ez világos, de lépjük is túl Puzsé. Egyébként az kiabál, akinek a háza ég, és hogyha megnézed azokat a trollokat, akiket most rám szabadítottak. Tehát én nagyon szívesen bárkivel végigelemzem a Varga Juditos interjúmat. Azt gondolom, hogy egyáltalán nem volt szervilis. Elmondtam, hogy az időzítés nagyon rossz. Pont most próbálja magát megvédeni, amikor az ex-férje a politikai ambíciói kezdenek bimbózni. Szárba szökkenni már. Hát inkább én ékezet nélkül, de igen. Szóval elmondtam, hogy a kegyelmi ügy az a Magyar Péter jelenség origója, de hát azért álljon már meg a menet, tehát hogyha valaki hülye és összekeveri a kompetenciákat, tehát a kegyelemadás az köztársaság elnöki kompetencia, az én vendégem Varga Judit volt, és nem Novák Katalin. A másik pedig, ami szerintem nagyon fontos ebben a történetben, az, hogy nyilván a hangfelvétel létezése alapvetés. Varga Judit emiatt az ügyészségen tett egyébként tanúvallomást. A szövegét mindenki ismeri. Engem az érdekelt, hogy két ember, aki szereti egymást, hogy juthat el odáig, hogy egy privát beszélgetést felvesznek, illetve a férj felveszi a feleséggel folytatott privát beszélgetést, és hogy én válaszoltam Potyondi Edinának, hogy mi volt a célja, csengőhangnak akarta beállítani, zsarolni akarta vele, vagy nyilvánosságra hozni és feljelenteni a központi nyomozó főügyészségen. És az a probléma, hogy az utóbbi az igaz. És azt gondolom, hogy mindannyian élünk, vagy éltünk már párkapcsolatban. Én nem tudok ilyet elképzelni, hogy ráadásul a pozícióban lévő páromat elkezdjen provokálni, és felvegyem azt a beszélgetést ilyen céllal. És én azt akartam megtudni, és én azt kértem Varga Judittól, hogy mondja el, hogy hogyan jutottak el idáig. Tehát két ember hogy juthat el idáig? És itt elsősorban a férj vonatkozásában érdekelt a dolog. Varga Judit vonatkozásában azt, hogy miért tűrte, és miért nem lépett hát ki az a helyzet, hogy egyébként ez tényleg az interjú, meg maga a jelenség is, hogy mondjam, kicsit elbevágó volt, és bele is ástam magam, csináltunk is egy videót erről, ez a napokban fog megjelenni a Kontextus csatornán a narcisztikus, a bántalmazó párkapcsolat, szakemberekkel készítettünk egy elég jó anyagot erről, és tényleg az ember meglepődik, vagy rácsodálkozik, hogy éveken, akár még évtizedekről is beszéltünk keresztül, nők ebben hogy képesek benne maradni, hogy hogyan lehet őket manipulálni, hogyan ássa alá az ő önbecsülésüket a férfi, és utána már saját maguk is megadják magukat. Szóval tényleg döbbenetes, és azt láttam rajtad ott az interjú közben, hogy hát jól ismerjük egymást, régóta tudom, hogy te is egy hímsoviniszta vagy, aki, de hogy megdöbbentél te is azon. Tehát láttam rajtad, hogy azért, amiket Varga Judit ott mondott, és igen, most nyilván viccesen mondom ezt a hímsovinisztát, tehát hogy mondjam,
van egy, létezik az a fajta patriarchális világ, amit ugye nyilván kiszoktak a liberálisok, hát eltúlozzák, de valóban a férfiaknak van egy stílusa a nők felé, ami mögött azért valójában mindig ott van valami fajta respekt a női nem felé, az, hogy szeretjük őket, kedveljük őket. Nyilván ez a két nem közötti sajátos dinamika, és ez másik irányba is megvan, tehát a lány WC-ben, szarás közben, véletlenül én is hallottam már csajokat, ahogy férfiakról beszélek, egészen elképesztő. Tehát ezek mit keresni a lány WC-ben? Ma már nincs is ilyen, hogy lány WC. Na de hogy, szóval, hogy ezek léteznek, ezek a dinamikák, de az, hogy valaki ilyen módon és a bántalmazásnak ennyire alattomos, szubtilis módszereit is alkalmazva, éveken keresztül manipulálva sakban tudjon tartani egy nőt, és az a nő miket kell, hogy lelkileg átéljen, még akkor is, ha nincs fizikai bántalmazás, vagy legalábbis csak szőrmentén. Szóval mondom, láttam rajtad, hogy azért ez ott téged is úgy kicsit úgy, hogy mondjam, elcsendes, vagy megdöbbentő volt neked is. Szerintem nagyon megdöbbentő, tehát azért gondoljunk bele, tehát Varga Judit egy csinos, értelmes, diplomás igazságügyi miniszter volt akkoriban, és a férje pedig folyamatosan alázta. Tehát nem adta meg neki azt a tiszteletet, tehát elmondta, hogy ő úgy élt, hogy soha nem mondta azt, hogy kicsim, de ügyes voltál, úristen, de büszke vagyok rád, mint amit én például megadok a páromnak. Szóval engem igenis megdöbbentett, és az is megdöbbentett, hogy miért nem tud ebből kiszakadni, de azóta nagyon sok emberrel beszélgettem, akik hasonló problémában vannak, és hasonlóan rossz házasságban élnek, és az a helyzet, hogyha egy nő beleszeret egy férfibe, akkor nagyon sok mindent eltűr, és ez az érzelmi csiki-csuki állapot, hogy utána, hogy bocsánatot kérjen, vagy ahhoz, hogy megbocsásson a hölgy, ahhoz akkor ő verseket ír, virágot hoz. Tehát olyan érzelmi libikóka ez az egész sztori, hogy akkor megint elviszi arra az egy-két napra, vagy egy-két hétre a bántalmazott áldozat, hogy úristen, meg fog változni. Hát meg ne felejtsük, hogy azért három gyerek van, tehát van egy olyan kényszerhelyzet, amiből azért nem lehet csak úgy megpattanni. Hát azért normális férfi, azért minden este megdicsérte volna Varga Judit, hogy drágám, megint olyan szépet kodifikáltál, hogy oda meg vissza vagyok. Olyan preambulumot szerkesztettél a törvény elő, hogy ilyet én még nem láttam, tehát normális ember így bánt. Jó, de ez nyilván egy ambrózis poén, de nem poén, ez tökön. Tehát igen, a szakmai dicséretek is nagyon fontosak, hogy érezze, hogy az ő tevékenysége, munkája, az egyrészt a megfelelő respektet megkapja, meg hogy otthon is, hogy mondjam, elismerik, de ami még fontosabb, hogy mert ugye ezek mondjuk az önértékelést jelentik, de az önbecsülést, azt a szeretet adja. Tehát, hogy valóban éreznie kell azt, hogy őt szeretik. És igen, ilyen levelekkel el lehet, és hát mondom most alaposan pszichológusokkal ezt kielemezhet, a narcisztikus az nagyon meg tudja győzni, hogy ezekkel a iszonyat, igen, tehát, hogy, és a nő, mondom, ráadásul benne van egy olyan kényszerhelyzetben, hogy inkább el is hiszi, tehát el is akarja hinni, és inkább nem is akar foglalkozni a problémával, jó, majd megoldódik. De most nézzük azt, hogy maga az interjú megtörtént-e, vagy megjelenése, azért az számodra is túl azon, hogy mondjuk mit gondolsz erről, vagy te is, hogy mennyire rögtön beszéltél emberekkel, mondod, tehát hogy egyszer felkezdtünk ezzel a kérdéssel foglalkozni, de azért az interjú miatt, hát mondanám, hogy gyanítom, de nem, látom, hogy kaptál hideget-meleget, tehát kiírtad magad bizonyos szalonokból, azt hiszem. Azokból, ahol egyébként meglepő módon még jól helytáltál, mert még a Live TV vezérigazgatójaként egy csomó olyan Lipsinek adtál melót, akik szerintem az volt, sok mindent megbocsátanak neked, de miatt, de ezt, hogy a Varga Juditot merted engedni, hogy ő szólaljon, és elmondja a történetét, szerintem ez megbocsáthatatlan bűn ezekben a szalonokban. Én próbálok mindig objektív lenni, és például most említetted a Live TV-t, én ott csak a szakmaiságot vettem alapul, illetve azt, hogy el kellett érnem egy bizonyos nézettséget, és nekem tök mindegy volt, és egyébként én nem úgy barátkozom emberekkel, hogy milyen párt preferenciái vannak,
És engem azért döbbentett meg az a, az a komment cunami, nagyon megosztó volt egyébként, rengeteg lájkot kapott, a telefonom lefagyott, annyian gratuláltak, és eltelt egy-két nap, és utána beindult ez a komment cunami. De most például mondok egy példát. Tehát azt mondja, hogy te azt írtad, hogy eddig minden, vagy azt mondtad, hogy eddig minden igazságügyi miniszter aláírta az elnöki kegyelmet, pedig Kunos Péter esetében nem, te barom, ezt sem tudod? Azt se tudod, ki az a Kunos Péter. És akkor elmondtam, hogy az Agrobank ügy kapcsán valóban Dávid Ibolya nem írta alá Göncz Árpád által adott kegyelmet, de hát ők politikailag nem álltak azonos oldalon, ráadásul az Agrobank ügynek volt egy elég komoly politikai háttere. Válasz, mit magyarázkodsz, te csicska? Akkor engem ez például meggyőző. Meggyőző, igen. Nincs miről beszélni. De amúgy, bocsi, még annyi, hogy én itt rápillantottam erre, és ugye tudod, hogy ezek a dislike-ok, ezek a lefelé mutató hüvelykujjak, ezek amúgy nagyon valószínűleg vásároltak. Tehát ezeket rád küldték ilyen kínai botokkal. Én ezt nem tudom megállapítani. Meg lehet nézni? Nem, ezt onnan tudod megállapítani, hogyha megnézed a kommentek arányát, hogy hány komment van, és látom, nincs cenzúrázva, mert a csúnyábbak is itt vannak. És azt látom, egyszerűen nem arányos az, hogy legyen neked 100 000 gyűlölködő dislike-od, de legyen csak mondjuk 300-500 kommented. Tehát ez nem arányos. Aha. Ez egyáltalán, tehát ez nagyon felborult az arány, és amúgy... De a lájkok meg a dislike-ok 50-50-ben voltak, most nem tudom éppen, hogy áll. Most éppen olyan 80-20. Aha. Tehát, és nem a te javadra, meg nem a Varga Irtyavára, nem csak én azt nézem, hogy... Akkor biztos, hogy valami történt. Ezeket baromi egyszerű vásárolni, viszont nagyon drága. Tehát ezek, itt, amit itt látok, hogyha csak a fele az, ami vásárolt, az már egy negyedmilliós tétel. Hát azt is látjuk, ugye, hogy ha Facebookon az ember, de bárki, bárhol hajnali 3-kor posztol valamit Magyar Pétert bírálva, akkor... és főleg, ha nagyobbat is megy a poszt, tehát Magyar Péter megjelenik a kommenttel a reggel 6-kor. Megidéződik bármikor, de az ugye úgy van, hogy ha egy jót megy a poszt, akkor egy általában ugye a követők, meg az ő ismerőseik, tehát akik általában szimpatizálnak veled, mint posztolóval, egy-két megjegyzés is van, ezzel semmi baj, megy egy diskurzus, és akkor van egy pont, hát kb. Ilyen egy-két nap, zsum! Jön a cunami. Igen, ez így van. Jönnek a röhögőfejek, az anyázó kommentek, minden. Tehát egyértelműen oda vannak vezényelve a trollok. Megdöbbentő, hogy embereket baj, hogy mennyi ideje, vagy mennyi pénzt kapnak ezért. Én ezt nem értem, de meggyőzhetetlen. Tehát, de olyan stílusban, hogy de én meg az elején komolyan próbáltam, de még tegnap is próbáltam. Ma már nem. Jobb belátásba bír, ma már nem. Tehát válaszolni, tehát hogy mersz beleszállni Potyondi Edinába, visszírtam neki, hogy olvasd már el a levelemet. Nem tudom, pár perc múlva elolvastam, fosolt tőle, te csicska. Szóval az a baj, hogy tényleg olyan, mint hogyha egy szekta lenne. És mi az, hogy olyan, mintha? Ez az. Tehát ezt a szektás gondolkodást ebben nem tudsz belepenetrálni. És ugye ez úgy van, hogy vannak ilyen előzetes érzéseik, vélelmeik, hogy ugye, hogy néz ez ki, hogy utálom a Fideszt, Magyar Judit fideszes, kvázi utálom Magyar Juditot. Varga Juditot, bocsánat. Magyar Péter le akarja győzni a Fideszt, imádom Magyar Pétert. Innen indulunk. És akkor... Magyar Péter veri a feleségét. Pontosan. Nőverés, és akkor igen, nőverés is lehet, tudod? Jó, programhiba, igen. Tehát Magyar Péter nem veri a feleségét, hosszú éveken át bántalmazta, kicsit fizikálisan, verbálisan pláne, meg manipulatív eszközökkel, stb. Varga Juditot. Varga Judit ezt elmondta. Ez őt nem érdekli. Tehát vagy Varga Judit hazudik, vagy Magyar Péter biztos, hogy ártatlan, vagy ne erről beszéljünk, ez nem számít, ez senkit nem érdekli. Tehát valamilyen módon, ugye miután kialakult egy kognitív diszonancia azzal szemben, hogy Magyar Péter egy hős, de közben megbántalmazza a feleségét, ez programhíba, ugye ilyenkor jön az úgynevezett énvédő mechanizmus a pszichológiában, amikor mindenfélét kitalál azért, hogy a fejében kialakult ellentmondás a valósággal, az feloldódjon, és akkor ezekkel, hogy hazudik, Magyar Péter biztos, hogy igazat mond, meg minket ez nem érdekel, nem ez számít, csicska vagy, abszolút. Ez mondjuk igaz. Ez a legjobb énvédő mechanizmus, tehát te vagy a csicska, és akkor igen, ezzel megerősíti önmagában azt, hogy hát utálom Magyar Juditot, Varga Juditot, Magyar Péter a hős, és már is megy vissza, és a kör, és azért mondom, hogy ez egy végtelen körforgás innentől kezdve. Így működik egy szekta, ebbe te észérvekkel, racionalitással,
tényekkel, sehogy nem tudsz bepenetrálni. A legtöbb meg se nézte egyébként az interjút, tehát azok, akik ugyanazt szólják hozzá, tehát ugyanazt kommentelik, azok nagy valószínűséggel meg sem nézték, mert nincsenek tisztában, mert pontosan szó volt mindenről ebben az interjúban. Nyilván nem mentem rá arra, hogy mi a szövege a hangfelvételnek, ugyanis mindenhol megjelent, mindenhol, a Partizántól kezdve, az összes online platformon, az összes újságban. Engem őszintén mondom, nem az érdekelt, hogy mi a szövege, mert az ismert volt, és alapvetés, hogy ez létezik. Az érdekelt, hogy hogyan juthat el odáig egy férj, hogy a feleségével felveszi a beszélgetést, és utána ezzel jelentést tesz, ezzel zsarolja a nyilvánosságra. Engem ez érdekel, tehát én nem fogok politikai vagy jogi konzekvenciákat akarni levonatni Varga Judittal. Hát, hogy a tudna, nem az ő kompetenciája, majd az ügyészség eldönti, hogy ennek van-e bármiféle jogi konzekvenciája, politikai konzekvenciát, meg vele levonatni, amikor most iratkozod be egy asztalos tanfolyamra, mert azt mondta, hogy elegem van a politikából, és hátra lépek. A férje akar most politikai babérokra törni. Tehát az egészet nem értem, ez tényleg egy kognitív diszonancia, hogy mondtad. Igen, de hát azért mondom, hogy ezért te még már kaptál is, de még fogsz kapni. És emiatt, biztos, hogy fogok kapni. És egyébként ezt sem értik, hogy igen, most elmondtad, hogy valóban a hangfelvétel tartalma, erről abszolút zajlik a közbeszéd, tehát nem kell minden egyet, tehát innentől kezdve, ha Varga Judit létezik valahol egyáltalán, akkor csak és kizárólag a hangfelvétel tartalma, máról lehet szó, nem? Tehát ő attól még egy ember, egy nő, aki ráadásul hosszú éveken keresztül el kellett, hogy viseljen, és megjegyzem, elég jól el is viselt egy helyzetet, részben a gyerekekre való tekintette, békességre, tehát elég jól helytált ebben a szituációban, és ebben a műsorban, amit te csinálsz, ugye, hát ez egy, hogy mondjam, ez nem a magas kultúra legfőbb bástyája a Frisbee TV, és ezt most értsd jól, tehát ez... De a talk show általában nem a magas kultúra. A talk show nem az, így van, a politikai... Jó, de ezt az politikai mondja, aki való világot néz. Igazad van egyébként, igen. Tehát a politikai hobbista sem az elemző műsorok legkifinomultabb verziója, viszont viccesebb. Kivéve, ha az Ádám szóvicceket mond. Hogy nem ez az is jó. Nem ez a feladat. Néha még az is egész jól sül el. Szóval egy bulvár műsor, az nyilván inkább a személyes dolgokról szól az emberek életében. Ehhez képest szerintem egyébként ez a bulvárnak az a szintje volt, ami még teljesen vállalható, mert tényleg emberi életekről beszélünk. Vannak olyan bulvár vendégeid, akiket nem tudnék végignézni, ez nyilvánvaló, de a helyén kell kezelni ezt a műsort is. Lesz most ilyen, hogy piac, van most piac. Van már olyan, hogy valaki azt mondta, hogy na többet nem megyek hozzád, vagy visszamondta a szereplést emiatt? Mert ilyenkor szokott az lenni, hogy cancelelnek. Nem mondta vissza. Lehet, hogy lesz ilyen, egyébként el tudom képzelni. Mondjuk szerintem nem tartanám ezt egy éppen mélyű döntésnek, hogy azért ne jöjjenek, mert én. És amikor Osvárd Zsoltra készítettem interjút, akkor most ezt tegyék már mérlegre. Tehát én azt gondolom, hogy én mindenkit meghívok ebbe a műsorba. Készítettem már 5 miniszterelnöki interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel, de készítettem már interjút 2 Gyurcsány Ferenccel, és azt hozzáteszem, hogy mind a 2 alkalommal Gyurcsány Ferenc hívott meg. Egyszer a szakácskönyvét promotáltam, az első alkalommal pedig akkor készült, talán ki is ment a parlament elé éhségsztrájkot folytatni. De én azt gondolom... Ezzel azt akarom mondani, hogy igazi nagy... Vagy nem lesz vita. Itt főztél Feri pálinkát. Nem, csak kérdezem. Hogy mit főzött? Nem, mit főzött Feri pálinkát, de csak kérdezem. Ja, értem. Nem azt. De a lényeg az, hogy ha megnézitek Jimmy Fallon-t vagy a klasszikusokat, mindenkinek, Donald Trumpnak a haja ment át a stúdióban, de aztán poénkodott Joe Bidennel. Ez egy ilyen műfaj. De vannak szociotörténetek, amikor egy bántalmazott nőről van szó, vagy egy bántalmazó kapcsolatról, akkor nem lehet, nincs helye poénkodásnak. Szóval én nem értem azokat az embereket, akik fel vannak azon háborodva, meg ez a szerencsétlen jobb napokat megélt Havas Henrik kigyűjtötte, hogy milyen kérdéseket tehettem volna még fel. Tehát arra készüljél, hogy ezután a műsor után küldeni fogok neked egy listát, hogy miért nem kérdeztél a régi élményeinkről, a síelésről, és... Hát, de ezt ha még csak te küldenéd, de majd a Havas meg a Puzsér is meg fogja küldeni, vagy csinál egy videót, hogy mit kellett volna kérdezni a Hajdú Pétertől ettől, és összelekevere nem szar Csimbók, hanem szar Passzó. Peti, nagyon köszi, hogy eljöttél. Sajnos lejárt az idők, de majd folytassuk. Köszönöm. Talán nálad, jó? Hívjál meg.
meg. Jó, oké, köszönöm szépen a nézőknek, és köszönjük a figyelmet, egy hét múlva találkozunk is. Viszontlátásra.